Sziasztok, Andi vagyok, ez a mai videó pedig egy reakció videó lesz. A Vilda készített nemrég egy videót, amiben arról beszél, hogy milyen pontokon ismerte fel azt, hogy fölöslegesen stresszeli magát az olvasás kapcsán, a mennyiségek kapcsán, az időbeli olvasások kapcsán, és a videója nagyrészt arról szól, hogy ő hogyan reagál erre a stresszes szituációra, ami valahol egy vicc kategória, hiszen az olvasás egy hobbi, hogy lesz egy hobbiból stresszforrás. Nézzétek meg az ő videóját, lent hagyom a linket, meg fent hagyom kártyában. Ez a videó nem jött volna létre, hogyha ő nem csinálja meg ezt a videót, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes témára nyúlt ő rá. Én igazából felvettem már egy reakció videót, ami megvágva a potom 30 perces volt, és a Vilda becsülettel megnézte. De már amikor nézte, azon gondolkoztam, hogy nem megy át az az üzenet, amit szerettem volna azzal a videóval, mert annyira azt éreztem, hogy mindenre is reagálni akarok. Nagyon benne voltam ebben a fangirl életérzésben, úgyhogy úgy döntöttem, hogy újra veszem ezt a videót. Arra jöttem rá, hogy az a videó nagyon azt tartalmazta, hogy mindenre is reagáljak, és mindent is elmondjak, miközben szem előtt évesztettem azt a tényt, hogy a Vilda reagál egy trendre, amire neki van egy reakciója. És én igazából ugyanerre a trendre akarok reagálni, a saját utamat bemutatva, a saját reakcióimmal. A Vilda leginkább azt hangsúlyozza a videó végére, hogy ő szeretne egy picit lelassulni, mert nem szereti azt, hogyha azt érzi, hogy nagyon kevés időt tölt egy könyvvel, mert mondjuk végigrohan rajta. És egyébként a lelassulás az egy nagyon jó kis dolog, és alapvetően én is szoktam ezzel kacérkodni, de most nagyon nem lelassulós szakaszban vagyok. Úgyhogy nézzük, hogy nekem mik voltak azok a pontok, ahol én is így ráismertem arra, hogy na hát, itt vagyok az olvasás hobbiában, aztán stresszelem saját magamat. Verseny lett-e az olvasás? Szerintem van olyan szituáció, ahol igen. Törekszünk-e a mennyiségi olvasásra? Szerintem sokan vannak, akik igen. Egyébként én is ide sorolom saját magamat. Stresszelünk-e az olvasás bármilyen folyamatában, előtte, utána, közben? Biztos, hogy vannak ilyenek, én is ezek közé tartozok. Én egyébként azt gondolom, hogy nagyban a kialakult helyzetért okolható a 21. század életstílusa és a 21. század egyik jelensége a FOMO. A 21. század életstílusán azt értem itt kifejezetten, hogy úgy élünk, hogy minden azonnali. Az információ, felmész az interneten, rákeresel a Google-ban, ott van. Ha valamit meg akarsz venni, felmész az internetre, megkeresed, megveszed, és nagyjából egy-két napon belül megérkezik a futár, ott van, amit akartál. Ha valakivel kapcsolatba akarsz lépni, akkor nem levelet írsz, és majd egyszer a posta odaér, hanem felhívod, vagy rácsetelsz. Minden azonnali. Szerintem szoktak azzal is érvelni egyébként, hogy pont ezért olvasnak kevesebbet az emberek, mert sokkal azonnalibb az az élmény, amit egy film vagy egy sorozat ad neked, és ebben a felgyorsult azonnali világban leülni és elolvasni egy 600 oldalas könyvet, azért az egy több napos cselekvény, még akkor is, hogyha te nagyon sokat olvasol minden nap. Én egyébként szoktam magam néha emlékeztetni arra, hogy ne várjam azt az olvasás folyamatától, hogy rövid időn belül megleszek vele, de én is szoktam érezni egy ilyen fajta feszülést, hogy miért nincs meg egyből. Leülök olvasni, és miért nincs még vége? Mert annyira hozzá vagyok én is szokva ahhoz, hogy minden azonnal történik. A Fear of Missing Out, a FOMO pedig úgy kerül ide, hogy van egy csomó online esemény, olvasási kihívás, maratonok, amiket mi is tartunk. Könyvklubok, most ugye sokkal több könyvklub van. Nem lehet mindenben részt venni, mert ennyi idő nincs a világon. És ugye a FOMO az ott ugrik elő, hogyha valaki mondjuk nagyon szeretne minden olyanon részt venni, amihez kedve van, de egyszerűen nincs ennyi idő a világon, nem csak úgy az élet miatt nincs idő rá, hanem mert egy nap még mindig csak 24 órából áll. Szóval én azt gondolom, hogy ezek mellett nem csoda, hogyha az emberbe kialakul egyfajta rohanás azzal a cselekménnyel kapcsolatban is, ami pont arról szól, hogy leülsz és lassan olvasol. Én egyébként mennyiségi szinten érzékelni a stresszt soha nem másokhoz viszonyítva szoktam. Persze rá szoktam csodálkozni arra, amikor valaki sokkal kevesebbet vagy sokkal többet olvas nálam, de soha nem gondolkoztam azon, hogy hú, akkor emiatt akarok többet vagy kevesebbet olvasni. Az utóbbi egy-két évenben sokkal többet olvastam, mint az előtte lévő egy-két évben. Volt 18-19 körül egy ilyen lelassulásom, úgymond, amikor bizonyos okok miatt kevesebbet olvastam egy adott évben. Most egyébként 21-22-ben aránylag sokat olvasok, de egyébként én itt okolom a számokat részben a képregény számokkal, amiket olvasok, aminek nagyon örülök, de nyilván ez ugye nyomja felfele a számaimat. Illetve a romantikus könyveket kétszeres sebességgel tudom olvasni. Egyébként
ott szoktam stresszelni magamat, vagy sémálni, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolog, de eszembe szokott az jutni, hogy mit vagyok büszke arra, hogy mennyit olvastam, hiszen a legtöbb az romantikus regény, és azokat nem egy olyan nagy dolog elolvasni, de azért általában próbálok kedves lenni magammal. A réges-régi időkben én is csináltam havi TBR videókat, ezek voltak azok a videók, amiket általában hónap elején vettünk fel, hogy bemutassuk, hogy milyen könyveket fogunk olvasni az adott hónapban. Ezt nem feltétlenül azért csináltuk, mert már átvettük a rossz kezdeményezést, ez volt a formátum. És nagyon sokan leszoktak ebből, és ez nem véletlen. Van, aki évszakos TBR-t csinál, egy időben én is csináltam havikat, aztán néha random TBR-okat, most meg már ott tartok, hogy van egy saját TBR polcom, ami a polcként fut a molyon, nagyon kreatívan, ez egy privát polc, úgyhogy ne keressetek rá, mert nem fogjátok megtalálni, és én ezen a polcon rendezgetem a tervezéseimet, hogy a közeli jövőben miket szeretnék elolvasni. Mert nyilván van egy végtelen hosszú TBR listám azokkal a könyvekkel, amiket úgy életembe szeretnék elolvasni, van egy ilyen egy-két éven belüli listám, ahol a mostanában számomra népszerű könyveket szeretném elolvasni, és akkor van ez az egy-két hónapra előre tervezős lista, amit pontosan azért csinálok, hogy szem előtt tartsam azokat a könyveket, amik érdekelnek, és ezt a listát úgy szoktam menedzselni, vagy hát ezt a polcot, hogy bizonyos időközönként, amikor rájövök, hogy van rajta egy könyv, amit mondjuk már nem szeretnék elolvasni, vagy mondjuk az adott pillanatban lévő érdeklődésem egy picit így lejjebb jött, és jött másik két könyv, amit sokkal jobban szeretnék elolvasni, akkor leszoktam szedni könyveket erről a polcról. Ez igazából ez pontosan ugyanaz, mint amit régen csináltam, mert volt egy havi TBR, amit végül felülírtam, csak ezt sokkal lazábban kezelem, és nekem ez az utóbbi időben sokkal jobban bevált, mint hogy havi szinten tervezzek előre, vagy bizonyos időközönként tervezzek előre. Ajánlom kipróbálásra, szeretettel! Mindezt egyébként úgy, hogy pont júliusra egy picit tervezgettem ilyen heti beosztással, hogy melyik héten milyen könyveket akarok elolvasni, hogy legyen időm a két könyvklubos könyvre. Végül egyébként félbehagytam őt, meg őt is. És így sokkal könnyebben be fogom érni a júliusi céljaimat, mert lettek félbehagyott könyveim, könyvek, amik lekerültek erről a polcról. Egyébként nem csak félbehagyással szoktak lekerülni könyvek, most ez pont egy ilyen időszak, hogy terveztem, elkezdtem stresszelődni, hogy túl sok ez a könyv, csak attól, hogy ránéztem a molyon, és láttam a rengeteg borítót, és azt éreztem, hogy ez túl sok könyv, ennyi, nincs ennyi, nem kell. Aztán végül megoldotta magát az élet. Az igazán nagy stresszpontom nekem egyébként az, amikor azt veszem észre, hogy bizonyos tevékenységek elviszik a figyelmemet, és végül a nap végén azt veszem észre, hogy sokkal kevesebbet olvastam, mint amennyit szerettem volna. Ennek tipikus megtestesülése az, amikor mindig megnézem a telefonomat, hogy mi történt, és akkor valaki rám csetel, akkor én visszacsetelek, eszembe jut valami, megnézem a YouTube-on, és akkor azt veszem észre, hogy pörgetem az internetet, nem történik igazából semmi, de nem is haladok az olvasásaimmal. Nap elején mindig nagyon pozitív vagyok, hogy úristen, ma rengeteg mindent fogok olvasni, és akkor hogy érkezik a nap hátralevő része, ilyen 5-6 óra fele annyira be tudok pörögni azon, hogy semmi nem történt még olvasás szempontjából, és úristen, már semmi idő nincsen abból, hogy teljesen felborítja ezt a normális időérzékelésemet. Ezzel ellen egyetlen küzdési formát ismerek, ez pedig egy ilyen vicces tevékenység, amit csinálok az utóbbi időben. Úgy szoktam leülni olvasni, hogy viszem magammal a telefonomat, lekapcsolom az internetet, de érintok rajta egy stopper órát. Nem azért, hogy lemérjem, hogy mennyit olvasok mennyi idő alatt, hanem azért, hogy amikor meg akarom nézni a telefonomat, akkor megnézem, hogy mennyi ideje olvasok. És amikor azt látom, hogy még csak 10 perce olvasok, akkor ez egy kontrollpont arra, hogy mi lenne, hogyha 10 perc után még nem néznéd meg a telefonodat, mert fél óra múlva is jó lesz szünetet tartani. Ezen a fronton sajnos még nem értem el akkora sikereket, mint amekkorákat szeretnék. Alapvetően, mivel ez a TBR polcom is eléggé hó nélkül működik, mert inkább mindig rövidebb időre vagy hosszabb időre tervezgetek rajta, és nem hónap elejétől hónap végéig. A wrap-up videók is lehet, hogy emiatt alakultak egy kicsit úgy bennem, hogy most már nem ragaszkodok havi szinten való bejelentkezéshez, ezért szokott az történni, hogy néha 2 hónapot foglalok össze, 3 hónapot foglalok össze, legutóbb azt hiszem másfelet sikerült, és szerintem ezt a formátumot fogom tartani, mert egyébként vicces módon nem az olvasás mennyisége stresszelt be a wrap-up videók kapcsán, hanem az, hogy éreztem, hogy hónap vége van, jönnie kéne a wrap-up videónak, de valamilyen oknál fogva nem volt kedvem felvenni. És úgy nagyon nehéz videózni, hogy fel akarsz venni egy videót, amihez abban az adott pillanatban nincsen kedved. Úgyhogy én ezért kezdtem kitolni ezeket a wrap-up videó felvételi időpontokat, mert szeretek akkor beszélni azokról a könyvekről, amikor kedvem van hozzá, és sokszor egy másik videó,
mondjuk előbbre ugrik nálam, tegyük fel, hogy van egy témakifejtős videó, meg egy wrap-up, és lehet, hogy a témakifejtőshöz sokkal több kedvem van, és akkor ezért szoktam azzal játszani, hogy ezek a havi wrap-upok, ezek ne feltétlen mindig nagyon tisztán csak egy hónapot öleljenek fel, és hogy ne feltétlen erre legyek beállva hónap végén. Egy időben azon is gondolkoztam, hogy elhagyom a havi wrap-up videókat, mert én tényleg azt éltem meg, hogy mindig fel kell vennem, és valahogy nem éreztem hozzá a bugit, de alapvetően azt vettem észre, hogy szeretitek ezeket a videókat, és egyébként én is szeretem másoknál ezeket a videókat, nem feltétlen nézem meg az összes könyvről az értékelést egy-egy wrap-upban, de jó áttekintést tud adni, hogy az az adott ember miket olvas egy hónapban, úgyhogy ezért nem engedtem el a wrap-upot, és most már sokkal nagyobb kedvem van általában felvenni ezeket a videókat. A videó elején mondtam, hogy én most nem a lelassulós időszakomban vagyok, sőt, én inkább gyorsulós időszakban vagyok szerintem még. Érdekes viszont az, hogy vannak néha olyan könyvek, amik nálam is sokkal lassabban csúsznak, vagy éppen sokkal tovább tartanak. Tavaly például ilyen volt, azt hiszem tavaly olvasmányom volt, László Zoltántól a Mindig egyre több, róla van szó, nagyon szeretem egyébként ennek a kötetnek a borítóját. Őt nagyon lassan olvastam, és azt éreztem, hogy alig haladok vele. És általában ez nálam nem egy jó jel, viszont ez volt az a könyv, aminél mindig nagy kedvel ültem le olvasni, annak ellenére, hogy mindig csak nagyon rövid időt tudtam eltölteni ezzel a könyvvel, viszont az az idő végül, amit vele töltöttem, jó emlékként maradt meg, annak ellenére, hogy sokkal tovább olvastam, mint terveim szerint szerettem volna. Viszont idén ott volt a Csodaidők olvasásom, ami nem is tudom, összesen 4 nap alatt nyomtam be a 3.-4. részt, és semmit nem bánok, annak ellenére, hogy mondhatnánk, hogy átnyomtam magam ezen a 2 köteten, minden másodpercét imádtam, és emlékszem, hogy egy alapvetően rossz időszakban olvastam ezeket a könyveket, mármint így rossz híreket kaptam, és megmaradt velem az az érzés, hogy ezekkel a könyvekkel próbáltam egy kicsit elmenekülni a rossz tapasztalatok elől, és ők nagyon jó segítség voltak ebben. Nem minden könyvbe lehet úgy belemenekülni, hogy napi több száz oldalt olvasol el, és nagyon hálás vagyok a Csodaidőknek. Mondhatjuk, hogy én az elengedésben és a rugalmasságban próbáltam egy picit azt menedzselni, hogy hogyan reagálok én is a saját magam olvasási élményeire. És pont nemrég egyébként belefutottam abba, hogy az egyik könyvet nagyon nehéz volt félbehagynom, mert nagyon szerettem volna elolvasni, de amikor már azon a ponton vagy, hogy minden sejtet sikít, hogy valami mást olvas, és hogy valami mást csinálj, akkor eljön az a pont, amikor valamit le kell rakni, mert nem látom értelmét annak, hogy ebben nyomjam bele magamat, miközben olvasok egy olyan kötetet, aminek meg minden novelláját, minden sorban imádom folyamatosan. Attól függetlenül, hogy én hiszek az elengedésben, a félbehagyásban, és ebben a tekintetben akár a TBR listáról való lekerülésben is, ez nem jelenti azt, hogy ezek könnyű döntések, és nagyon nehéz ráérezni néha, hogy mi az a könyv, ami mellett igenis ki akarsz tartani, és mi az a könyv, amit pedig inkább jobb elengedni. Kíváncsi lennék arra, hogy ti hol érzékeltétek már azt, hogy olyan stressz alá helyeztétek magatokat, aminek nem kellett volna ott lennie különös tekintettel az olvasásra nézve. Arra is kíváncsi lennék, hogy bizonyos szituációkat hogy sikerült megoldanatok, ha van erre példátok, várom lent a kommenteket. A Vildának nagyon szépen köszönöm, hogy megcsinálta a videóját, hiszen ez inspirálta ezt a videót. Ne felejtsétek el, hogy lent hagytam linkben, illetve kártyában is megtaláljátok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további szép nyarat, sziasztok!